Köszöntöm a kedves nézőt! Mai vendégem a Badár Tamás, a kiváló bűvész. Szevasz Tamás! Üdvözöllek! Nagyon régen nem láttalak, illetve egy közös produkcióban vettünk részt valahol, azt hiszem Eger városában, és akkor ámultam és néztem, hogy mi mindent csináltál. Mikor kezdtél el bűvészkedni? Hát egészen fiatalon talált meg a bűvészet. Körülbelül olyan 5-6 éves lehettem, amikor először megkaptam az első kis trükköket, amik miatt elkezdtem bűvészkedni. És amikor igazán komolyá fordult, az 8 éves korom környékén lehetett, amikor megtaláltam az én mesteremet, Molnár Gergelyt. És én gyakorlatilag az ő szárnyai alatt lettem, vagy váltam bűvésszé. Mennyit változott a bűvészet mondjuk egy Rodolfótól napjainkig? Én emlékszem, Rodolfóra egy zseniális bűvésznek tartottam, mint néző, és büszke vagyok arra, hogy felléphettem vele esztrád műsorokban, én mint kezdő műsorvezető, pedig vérprofi bűvész. Szóval mennyit változott a bűvészet Rodolfótól napjainkig? Hát van egy része, ami szerintem nagyon nagyot változott, és nagyon sokat változott. És van egy része, ami pedig örök, vagy legalábbis előadóként a legfontosabb, és az azt hiszem, hogy maradandó, és ez egyaránt igaz volt akkor is, amikor Rodolfo bűvészkedett, és akkor is, amikor mondjuk a mai napon mondjuk mi bűvészkedünk. Ami nagyon sokat változott, az, hogy nagyon gyorsan integrálja be a modell, a különböző újításokat, a technikai újításokat, a különböző művészeti ágakból merít a bűvészet, és az egyik legmegújulóbb műfaj, azt gondolom, mert bármi megtörténik a külvilágban, ami nem a bűvészeten belül van, azt a bűvészet megpróbálja egyből beintegrálni magába. Ebből a szempontból egy folyamatosan lüktető, folyamatosan megújuló műfaj, viszont ami előadói szemszögből vagy szempontból nagyon fontos, és azt gondolom, hogy az viszont örök, az a karaktere, illetve talán azt mondanám, hogy a szuggesziója annak az előadónak, aki éppen bűvészkedik. Tehát, hogy legyen egy karizmája, hogyha kijövök a színpadra, akkor a Rodolfo esetében is kijött a színpadra, és megállt a levegő, és nem tudott mindenki csak ráfigyelni a színpadon, tehát, hogy nem vonta el semmi az emberek figyelmét, csak egy pontra tudtak fókuszálni, és ez biztos, hogy abból fakad, hogy van egy nagyon erős karizmája valakinek színpadon. És azt gondolom, hogy ez a mai napig is érvényes, tehát, hogyha valaki ma jó előadó akar lenni, vagy jó bűvészé akar válni, akkor nagyon fontos az, hogy legyen egy ilyen karizma, amivel rendelkezik. Volt alkalmad Rodolfo trükköket megnézni, és Rodolfo fellépésekbe belepillantani? Te nagyon fiatal vagy, Rodolfo pedig már sajnos nagyon régóta nem él. Igen. Én sajnos személyesen nem láttam őt színpadon, de azt gondolom, hogy az a szellemi örökség, amit itt hagyott, az a mai napig él velünk. És ugyanúgy, mint ahogy Hoffi a saját korában a stand-upos volt, hát akkor még nem így hívták, de így van, de ugyanígy Rodolfo is, azt gondolom, hogy akkora lenyomatot hagyott a bűvészetnek a szövetén, hogy a mai napig ebből táplálkozunk, és hát nagyon nagyra tartom. Igen, tehát végignéztem persze az összes elérhető fellépését, amit videón meg lehet nézni, és nagyon tisztelem. Megkért egyszer, hogy vigyem fel utána az egyik kellékét, szóval nehogy összekeverj bármit, csak hozd és tedd le. Szerintem egy bűvésznek a legnagyobb baj, hogyha valakit összekever valamit a felépített és kirakott sorrend szerint. Hát igen. Az nekünk a legfontosabb támpont, hogy mi milyen sorrendbe jön. Tehát én is, hogyha megérkezek egy rendezvényre, akkor egy sokkal nagyobb repertoárból rakom össze azt, hogy mi lesz az nap este a műsor. És megpróbálok már, amikor megérkezek, ráhangolódni azokra a nézőkre, akik ott ülnek, hogy ők mire lesznek vevők. És akkor így van összerakva egy műsor. Hány trükköt tudsz? Fú, fogalmam sincs, nagyon-nagyon sokat. Több ezres, vagy több tízezres. Nagyság lenni. És milyen számot tudsz mondani, amikor megkérdezem, hogy melyik azok, amit a legjobban tudsz, amit álmodból, ha felébresztenek, akkor is meg tudod csinálni. Mm-hmm. Hogy hány darab ilyen hány van? Darab ilyen van? Hát 200-300 talán. 200-300, vagy hát inkább több. Ilyen 300 és 500 között lehet, de nem tudom pontosan, mert az már mindig aktuális kedvenceim vannak. Mindig van egy ilyen 10-15-20 trükk, ami aktuálisan
kedvenc, és azok attól, mindig ott vannak a színpadon. Mindig ott vannak, igen. És hát van olyan, amit meg éveken keresztül csináltam műsorban, tehát lehet, hogy már 3-4 éve nem csinálom, de hogyha most elővenném, akkor néhány perc után rögtön visszajönne az izommemória. Izommemória? Az nagyon fontos, igen. Van olyan trükk, aminél nem szabad gondolkoznom azon, hogy mit csinálok, mert akkor bele tudnék kavarodni, hanem a kezem önmagától megcsinálja a trükköt, mert annyira sokat gyakoroltam. Mennyit gyakorolsz naponta? Hát még mindig? 4-5 órát körülbelül. Minden nap 4-5 órát gyakorolsz? Hát átlagban igen. Igen. A már meglévő trükköket gyakorlod, veszed át, vagy pedig újakat tanulsz és inkább csinálsz? Az újakat. A meglévő trükköket azok vagy nagyon-nagyon sok helyig voltak csiszolva a gyakorlás közben, és aztán kerül mindig, hogyha színpadra viszek valamit, akkor az általában nagyon ki van gyakorolva, tehát megpróbálom a minimális esélyt megadni annak, hogy én roncsak színpadon. Ezért szerencsére ez így ritkán szokott előfordulni, vagy legalábbis nyilván mindig vannak meglepő vagy váratlan fordulatok, de annak a legkisebb esélyt akarom megadni, hogy a szakmai tudás, illetve a gyakorlás az háttérbe szoruljon. Tehát én néha a gyakorlás fázist az jobban élvezem, mint magát a színpadon levést. Bakik voltak már színpadon, amikor nem úgy jött a trükk, ahogy akartad? Hát mindig előfordul valami ilyesmi. Tehát, hogy ilyen évente egyszer-kétszer előfordul, hogy az ember bakizik, mert hát azért az nagyon emberi. Én nekem van egy olyan hozzáállásom a bűvészethez, hogyha az első 10-15 percben meg tudok teremteni a nézőimmel egy baráti viszonyt, ez azért nehéz, tehát nagyon-nagyon őszintének kell lennem. Két egyforma közönség nincsen, azt jól igen. Tudjuk. Nagyon őszintének kell lennem az első 5-10 percben a nézőkkel, és nagyon önmagamat kitenni a színpadra, ahhoz, hogy tényleg ki tudjon alakulni egy ilyen nexus, de hogyha az első 5-10 percben ki tudom alakítani a nézőimmel ezt a baráti viszonyt, akkor úgy vagyok vele, hogy ez nekem is ad egy biztonságot, meg nekik is. És ebben a baráti viszonyban megteremtődik az, hogy nekem nem kell izgulnom azon, hogy elrontok-e valamit, mert ha véletlenül rontok, akkor már barátok vagyunk, és azt elnézzük egymásnak. Nehéz a közönséggel kapcsolatot teremteni, vagy pedig viszonylag könnyen tudod? Megvannak-e a formulák, amivel magadra tudod hangolni az embereket? Hát viszonylag, most már azért sokkal könnyebb. Az első 1-2 évben, amikor elkezdtem a 18 évesen körülbelül a Duma Színházba dolgozni, akkor az első 1-2 évben azt éreztem, hogy még van egy kis fal köztem és a nézőim között. És akkor 1-2 évig azon kellett dolgoznom, hogy ezt a falat ezt teljesen le tudjam építeni. Ehhez kellett egyrészt az a fajta sok gyakorlás, hogy ne kelljen gondolkoznom azon, hogy tényleg mit csinálok a kezemmel, hanem csak a nézőkre tudjak koncentrálni. És akkor egyszer csak ez szépen kicsiszolódott, és akkor megjött az az érzés, hogy kijövök, és akkor az esetek 90-95%-ában meg tudom teremteni azt a viszonyt, amiben partnerek leszünk egymással. Itt elhangzott két fontos szó, a Duma Színház és a stand-up. Akkor apudról is néhány szót, mert Badár Sándor mind a kettőben otthon mozog, bár azt hiszem, ő inkább alapvetően humoristának tartja magát, és nem stand-uposnak. Vagy rosszul tudom? Hát ugye ezt a műfajt, ezt még a Szőkével valamilyen szinten ők teremtették ki. Meg. Hát nem is ők találták ki, de Magyarországon ők egy eléggé az első élvonalba tartoztak, akik ezt elkezdték, ezt a műfajt csinálni, nem feltétlenül csak ők, de ugye a Fábri is, és sokan mások mellettük még az élvonalba tartoztak, akik ezt elkezdték még a 90-es években csinálni ezt a műfajt. Hát szerintem számára az, hogy stand-upos vagy humorista, az nagyjából inkább egy kategória, de ami nagyon fontos az, hogy ki kell állni és dumálni kell, és lehetőleg a nézők azok nevessenek. Ez a legfontosabb. És te miért lettél bűvész, és miért nem humorista? Hát ott voltak példakép, ott volt apud, hallhattad nap mint nap a bocsánat a szója, jó értelemben mondom, hülyeségeit, és te ennek dacára bűvészetet választottad, és nem a humor. Igen, hát azt gondolom, hogy az út, amit ő végigvitt, vagy amivel tudott inspirálni engem, az egyébként megjelenik ugye a szakmában, hiszen én is színpadon állok. Én egy nagyon-nagyon szerencsés dolognak tartom azt, hogy én nem stand-upos vagyok, hanem bűvész, mert ugye vannak közös estjeink is édesapámmal, és az a kérdés, hogy
hogy mennyire tudtam kitörni az ő árnyékából, vagy mennyire nem, ez soha nem kerül elő nálam, mert szerencsére a műfaj, amit képviselek, az pont annyira különbözik attól, amit ő csinál, hogy ne lehessen összehasonlítani egymással, vagy ne lehessen aláfölé rendelni egymásnak, viszont pont annyira hasonló, hogy megférjen egymás mellett színpadon. Tehát szerintem egy nagyon-nagyon szerencsés helyzet az, amiben vagyok. Valószínűleg azért sem volt ez egy dilemma, hogy a bűvészet vagy a stand-up legyen, mert a bűvészet annyira 4-5 évesen már megtalált engem, hogy mire már elkezdhettem volna 10 évesen gondolkozni azon, hogy na most elkezdjek ezt stand-upolni vagy sem, addigra már gyakorlatilag versenyeken rendszeresen szerepeltem. Mennyire támogatott a család apud, anyud, szóval mennyire fogadták el, mennyire engedték el a kezedet, hogy csinálja, amit akarsz, fiam, végülis a te életed? 100%-ban, tehát hogyha Ha valamit, vagy a legfontosabb dolgot majd én is szülőként szem előtt kell, hogy tartsak, vagy azt gondolom, hogy ezt mint csomag megkaptam és tovább kell adnom, akkor az az a fajta szabad közeg, amiben, hogyha bármit kitalál majd a gyermekem, hogy szeretne csinálni, akkor azt abban támogatni fogom. És hát itt is erről volt szó, tehát én nagyon sok mindent kipróbáltam egyébként az életben. Most például jelen pillanatban a bűvészkedés mellett fotográfiával foglalkozom, és ez is egy olyan dolog, ami abból a sok próbálkozásból, vagy sok különböző dolognak a kipróbálásából eredett, hogy én, nekem ez a része is megtetszett a művészeteknek, és ugyanígy a bűvészkedés is egy olyan dolog volt, ami, sőt, még néha azt mondom, hogy még a tanáraimmal szemben is inkább megvédték azt, hogy igen, én ezt csináljam, mert azért az általános iskolában, meg a gimnáziumban is volt olyan, hogy egy-egy tanárnak nem volt annyira az innyire az, hogy mondjuk én órán esetleg az asztal alatt egy kártyát pörgetek. Ilyen nappal a bűvészkedés. 2016-ban a Forbes magazin szerint a 30 legnépszerűbb magyar fiatal között ott voltál. Hogy érintett a hír? Hát örültem neki, nagyon megtisztelő volt egy ilyen. Beszéltek veled előtte, vagy pedig ők nézték a tevékenységedet, és azt mondták, hogy neked ott a helyed? Nem, nézték a tevékenységemet, és akkor egyszer csak kaptam egy e-mailt arról, hogy meg talán egy telefonhívást, hogy ebbe a kategóriába beválasztottak. És akkor ott volt egy ilyen Forbes Day, ahol tartottam egy beszédet arról, hogy hogyan jutottam el a bűvészetben idáig. Akkor voltam azért 22 éves, tehát eléggé fiatalon történt a dolog. Nagyon-nagyon jól esett, azt gondolom, hogy nem alapvető meghatározója az én életemnek, meg nagyon fontos egy díj és nagyon megtisztelő, de szerintem abban a pillanatban azon a helyen kell értékelni a dolgot, és utána azt úgy le kell tenni, és szépen ránézni, meg szépen visszagondolni rá, hogy ez megtörtént, de egyébként az, amit csinálok, az sokkal fontosabb annál, hogy milyen díjakat érdemel. Copperfield-el, a zseniális bűvésszel neked volt egy találkozásod, és láttam a netten valahol egy fotót kettőtökről. Hogy jött ez össze? Hát az életemnek a egyik legmagasabb pillanata volt. Én miatta kezdtem el részben bűvészkedni, tehát több ilyen inspirációs pont volt. Mondjuk, hogyha hármat fel tudok sorolni, akkor ő abban a háromban benne volt, hogy miért is kezdtem el bűvészkedni. És én már láttam korábban színpadon élőben őt, kétszer is, egyszer, amikor Budapesten volt, meg egyszer szerencsém volt, és Las Vegasban meg tudtam nézni az önálló estjét, és most szintén Las Vegasban mentem ki egy kollégámmal, egy nagyon jó bűvész barátommal egy kinti bűvész kongresszusra, ami az egyik legilyen exkluzívabb bűvész találkozó a világon. Ezt Las Vegasban rendezik meg, és a legtöbb amerikai nagyon nagy bűvész is megjelenik ott. És így David Copperfield is megjelent ezen a rendezvényen. Viszont én nem konkrétan a rendezvényen belül tudtam vele találkozni, illetve ott is összefutottunk, de ott egy kicsit megközelíthetetlen, hanem a rendezvény után beült ott a hotelban egy pizza szeletezőbe, ami teljesen elképzelhetetlen, mert tehát annyira emberi a Copperfield, hogy úgy ült be egy pizza szeletezőbe, hogy arról a rendezvényről felállt, elment az MGM Grandbe megcsinálni a két darab önálló estjét, amit minden este megcsinál,
majd felült a saját magángépére, és elrepült a Bahamákra a saját szigetére. tehát olyan szintű... Varázsolt magának egyet, egy szigetet. Konkrétan 9-et egyébként, igen. Tehát elég durva, hogy milyen szinteken van ő, és ehhez képest 5 órával előtte ott ül, és eszik egy pizzaszeletet egy olyan közegben, mint a nagy bevásárlóközpontoknak ezen a gyors étkezde. Így van, úgy kell elképzelni. És lementünk oda enni egy pizzaszeletet egy barátommal, ezzel a bűvész barátommal, és akkor így mondom, hogy ott ül mögötted a Copperfield ebbe a büfébe. És akkor mondja, hogy persze, ne szíves. Mondom, fordulj meg, tényleg ott ül. És akkor megfordult, és ott ült a Copperfield. És volt egy trükk, amit én elsőként láttam tőle 5 évesen. Ez egy elég ikonikus trükkje volt, nem az illúziók közé tartozott, amikor átmegy a kínai nagyfalon, hanem ez a close-up trükkjei közé tartozott, de egy elég meghatározó trükkje volt, ez a baseball kártya tépés. Amikor egy dedikált, nagyon értékes baseball kártyát, azt négy félbe tép, és egyesével darabról darabra összevarázsolja őket. És én ezt láttam 5 évesen tőle, és lényegében az, hogy én a close-up irányba orientálódtam, meg egy nagyon sok mindenre hatással volt ez a trükk egyáltalán arra, hogy elkezdtem bűvészkedni. És én ennek a trükknek egy általam kifejlesztett saját verzióját elkezdtem gyakorolni, vagy kifejleszteni 3-4 évvel ezelőtt, és akkor 3 évig gyakoroltam, mire először színpadra vittem. És ott volt nálam az a trükk. És akkor mondtam, a Kolosnak hívják ezt a nagyon jó barátomat, mondom a Kolosnak, hogy mondom, hát szeretném neki megmutatni, de nem merem megcsinálni, tehát egyszerűen valószínűleg el fogok ájulni. És akkor mondta, hogy hát igazából szerintem meg egyszer van ilyen alkalom az életben, túl és sokat szerinte, vele. Túl sokat nem veszíthetek vele. És akkor odaléptem, és először meg kellett beszélgetnem kellett a menedzserével, és akkor kérdezte, hogy mit szeretnék neki mutatni, és akkor elmondtam, hogy egy saját fejlesztésem ebből a trükkből, mondta, hogy akkor szeretné először megnézni, és megmutattam neki, és mondta, hogy akkor ezt megmutathatom a Copperfieldnek, mert ez olyan szintű, és akkor megmutattam. Ez miben változott? Szóval mit fejlesztettél ezen? Hát most elmondtad, hogy négy felé egy nagyon értékes kártyát széttépelt, igen, és aztán igen. Összerakta. De igen. Te mivel csináltad azt meg? Azt abban a formában egy elég szögigényes trükkről van szó, abban a formában igazából egy kamerának lehetett bemutatni, ezt valóban megcsinálta, de azért az nagyon-nagyon sok előkészületet igényelt, és egy olyan dolgot, hogy igazából egy kamerának lehet megcsinálni azt a trükköt. Én hát nagyon sok mindent fejlesztettem benne, tulajdonképpen teljesen átalakult a trükk, és egy teljesen hétköznapi helyzetben bárhol előadhatóvá vált, meg nagyon sokat tisztult a trükk ahhoz képest, hogy azóta a bűvészek, hogy ez egy Torn and Restore kártyarutin, ez egy kártyatrükknek egy kártyatrükk típusnak a neve, és nagyon sokan foglalkoztak ezzel a úgynevezett problémával, vagy ezzel a kérdéskörrel a kártyabűvészeten belül. És hát megpróbáltam a maximumot kihozni ebből, és akkor végignézte a Copperfield, és mondta, hogy ez egy gyönyörű verzió, és hogy fantasztikus volt. Illetve először azt mondta, hogy ez egy gyönyörű verzió, gratulálok hozzá, és aztán beszélgetett ott még az asztalnál. Egyrészt elkérte a kártyát, hogy megvizsgálja, hát már az egy nagyon nagy dolog volt nekem. És akkor még beszélgetett egy 10-15 percet ott az asztalnál, és visszafordult hozzám, rámutatott a kártyára, és azt mondta, hogy igazán fantasztikus volt. És hát most ez egy óriási most dolog. Is, tehát, hogy ez nekem a... És Copperfield-del azóta sem találkoztál? Képzeld el, hogy ott mondtam neki, hogy amikor a másodszor visszafordult hozzám, és ezt említette, ezt a dolgot, hogy milyen fantasztikus volt, akkor mondtam neki, hogy ez azért egy nagyon nagy dolog nekem, mert én emiatt a trükk miatt, én láttalak téged a tévében, és emiatt a trükk miatt kezdtem el bűvészkedni a baseball kártya tépés miatt. És akkor mondta, hogy akkor azért még nagyobb ez a nap számomra, mert azt a trükköt, azt nem ő találta ki, hanem a kizárólagos menedzser, aki azóta is a kizárólagos menedzser, a Chris Kenner, úgy hívják, és itt ül vele szembe az asztalnál. És akkor a Chrisnek is bemutatkoztam, és ő is mondta, hogy ez egy nagyon-nagyon tiszta, nagyon szép verzió, amit most megcsináltál, és elővette a telefonját, és elkezdte a videói között keresni egy videót, megtalálta, és megmutatta nekem azt a 40 évvel előtte lévő VHS felvételt, amit ő a Copperfieldnek vett föl
az eredeti verziójáról ennek a trükknek. És mutatta meg neki, hogy majd tegye bele a saját műsorába. És akkor kikereste, és másnap kaptam egy üzenetet a Facebookon, hogy ennek a rendezvénynek egy saját ilyen Facebook csoportjába beírt egy hölgy, hogy azt a fiút keresi, aki a Copperfieldnek bűvészkedett tegnap délután. És akkor valaki beírta, hogy valószínűleg én vagyok az, mert egyetlen ember volt, aki így bűvészkedett neki így a rendezvényen, és hogy az biztos, hogy én lehettem. És akkor kiderült, hogy a kizárólagos menedzsere keresett meg engem, illetve annak az asszisztense. És azért keresett meg, mert mondta, hogy hát azt írta nekem SMS-ben a Bahamákról, mert ő a Copperfield-el repült este a Bahamákra, hogy ez volt, ebből a trükktípusból ez volt a legszebb verzió, amit valaha látott, és hogy nagyon érdeklődne iránta, hogyha esetleg egyszer kiadom, vagy meg akarom tanítani bűvészeknek, vagy bármilyen más dolgot, ami a saját anyagom, vagy kitalált trükköm, azt meg akarnám tanítani, akkor küldjem el neki mindenképpen, mert szeretné látni. Úgyhogy nagy dolgok ezek. Ezek nagyon dolgok. Nagy dolgok, igen. Azt mondják rólad, hogy újító bűvész vagy. Ez mit jelent, hogy újító bűvész? A régi trükkökről levered a port, lesöpred a port, és új alakítod, mint például ezt a kártyatrükköt? Igen, ez nagyjából ezt jelenti. Három dolgot lehet változtatni egy trükkön. Az egyik a metódus, a másik az effekt, a harmadik pedig az előadásmód. Uh-huh. A metódus az, hogy hogyan működik a trükk. Az, ami a háttérben marad, az, amit a nézők nem is látnak, hogy hogyan van, az csak a bűvész tudja, hogy hogyan van. De az a motorja a trükknek, tehát hogy a működése a trükknek gyakorlatilag. Igen. Az effekt az a látvány. Tehát az, hogy kipattan egy kártya a pakliból, vagy az, hogy elhúzom a kártya előtt a kezem, és megváltozik a lap, ez az effekt, maga a hatás. Az előadáspót pedig a sztori, amit én köré rakok. És azt mondják, hogy ha egy dolgot változtat meg a háromból valaki, akkor az még nem egy új trükk, az csak egy új megközelítése a trükknek, vagy lehet egy unikális előadása egy régi trükknek, de nem válik új trükké. Hogyha legalább két dolgot megváltoztatunk a trükkben, akkor új trükkről beszélünk. Hogyha valaki esetleg hármat meg tud változtatni, akkor az valami annyira unikális dolog megint csak, ami nagyon-nagyon ritka, hiszen azért alapeffektekből építkezünk, tehát eltüntetek, átváltoztatok, kitalálom a gondolatodat és hasonló dolgok. Találtál ki már trükköt, tehát olyat, amit csak te találtál ki, tehát ez a te szabadalmat, úgy tetszik. Igen, körülbelül olyan 100-150 trükk van, ami le van jegyzetelve, és az a sajátom. Igen. Az bravo. Igen. Látom, hoztál kártyát. Én nagyon megkérlek, hogy mutassál nekem valamit, meg a kedves nézőknek, mert nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mi történik, hogyha egy face-to-face ülünk egymással szemben. Nagyon szívesen. Na most egy pakli kártyával fogjuk csinálni a trükköt. De még mielőtt elkezdjük a trükköt, ugye, hogyha mondjuk egy kártya eltűnik valahol és megjelenik egy másik helyen, akkor az a poénja a trükknek. Igen, tehát az a vége. Van. Általában az ugye a meglepetés. Éppen ezért a bűvészek nem szokták elmondani, hogy mi fog következni, hogy a néző... Különben nincs meglepetés. Viszont ez azért egy érdekes trükk, mert ez ezzel kezdődik, hogy elárulom, hogy mi lesz a vége. A választott kártyalap, az a pénztárcámnak a bankkártyám helyén ebben a fakban fog megjelenni. Jó? Most még ugye nincs ez ott. Lesz a vége. Ez lesz a vége. Most még nincs ott, meg nincs is választott lap. De hogy rögzítsük, és hogy... És ezek tényleg... után mi lesz nekem a meglepet? Hát ez az. Hogy rögzítsük, hogy tényleg itt fog megjelenni, ezért elkérem a telefonod, és arra kérlek, hogy nyisd meg a kamerát, a kamera applikációt. Igen. Most kamerám van. Szuper, elkérem. Tessék. Nagyon jó. És arra kérlek, hogy most még üres a tárca, mint egy FBI ügynök, tartsd így fel a tárcát, és így nyugodtan mutass, videóra tesszük a... Ott van a videó. Szuper. Innen az asztalról indulunk, és így mutass is felé, hogy hol fog majd megjelenni a kártya. Ott fog megjelenni a tárcában, nyugodtan mutass. Nézd meg nyugodtan, hogy még üres. Ugye? Teljesen. Jó? Csukd be a tárcát. És tartsd a két kezed között a tárcát. Itt van. Szuper. A kamerát leállítjuk. Jó.
és leteszem ide a telefont. Jó. Na most, ugye még nincsen választott lap, az egyik kezedbe kérlek fogd a tárcát, ezek különböző lapok. Igen. Nagyon egyszerű dolgod lesz, arra szeretnélek kérni, hogy egyetlen egy kártyát vegyél ki a papírból, és mutasd meg azt a kamerának, én nem akarom látni. Megvan? Szuper, hogyha megvan. Ennek is megmutatom, minden kamerának megmutatom. Jó, jó. Megvan, akkor visszakérem. Tessék. Na most, itt van a kártyád. Ugye az első az eltüntetés. A lapodat letesszük ide az asztalra. Igen. Leírok vele egy varázskört. És ennek hatására a lapod az eltűnik. Viccelsz vele? Arra kérlek, hogy nagyon-nagyon lassan nyisd szét a tárcát, és nézzünk meg, hogy mi van. Nem abban a fakban, hanem ugye a másikban. Üres. 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 Igen. Egy pillanat, még fog meg egy pillanatra, egy csettintés. És csettintés hatására. Egy pillanat, én azt mondtam, hogy így jelenik meg a kártya. Igen, igen, igen. Még csináltunk is róla egy videót, így hogy van, ott fog megjelenni. Az asztalról indult a videó. Igen. Az érdekes az, hogy a videón egyetlen egy kártyához bekerült a pénztárcába. Azért ennek a felesebb tréfa. Pont a PIK 3-as a mosolyodból ítélve igen, a választott abszolút, kártyára. Így van, abszolút. Hát ez borzasztó. Ez, jó, ez a hülyeség, ezt nem lehet megkérdezni, hogy ezt hogy csinálod. Hát ennek nyilván ez technikai egy, felkészültség. Egy pillanat, még valamit szeretnék mutatni, hogyha ha még van egy percünk. PIK 3-as volt, ugye? Igen, igen, igen. Szuper. Na most ez volt a kártyalap. És az érdekes az, hogy bármilyen lapot kihúzhattál volna. Teljesen mindegy. És itt van egy PIK jel. Hüvelykujjammal rányomok. Igen. Itt van ez a 3-as. Igen, látom. Minden igaz, akkor bele van marva. Így van. Ez PIK 3-as most, hogy belenyomtam a hüvelykujjam. Na jó, ezt tessék abba, hogy... Ez egyszerűen zseniális. És ebből több ezre tudsz ilyet, és a kártya mindenek az alapja, ugye? Hát nekem a kártya a kedvencem, egy nagyon nagy kedvencem a bűvészetem belül. Aha. Ugye ez mindig nálam lehet, tehát igen, nem, igen, hogyha véletlenül otthon hagyom, az borzasztó, akkor vissza kell mennem érte. Tehát kártya nélkül nem indulsz el. Nem, és hát ezt a családom, meg a barátnőm, meg mindenki ezt próbálja támogatni, de hát elég nehéz, mert hogyha elindulunk valahol, és meg késésben vagyunk, akkor is vissza kell menni a kártyáért, mint egy dohányosnak a cigarette. Nekem olyan. Volt egy zseniális kollégám, a Molnár Dani, aki viszont játszott állandóan az ő zsebében, és örökké ott voltak a kockák, és ott volt a kártya. Anélkül nem indult el közvetíteni, nem indult el külföldre. Ez egy fontos tartozék, az olyan, mint a fogkefe, hogy elmegyek külföldre. Igen. Lehet ebben még tovább fejlődni? Persze, hogy lehet, nyilvánvalóan rossz a kérdés, de hova szeretnél eljutni? Én nem vagyok abból a szempontból célorientált ember, hogy nem szeretek egy fix pontot kitűzni, mert azt tartom róla, hogy ha valaki nagyon-nagyon görcsösen kitűz egy pontot, ahova el akar jutni, akkor még hogyha sikerül is, akkor is elveszíti az útnak az élvezetét, amin oda jut. Mert hogyha folyamatosan egy pontra koncentrálok, akkor nem láthatom azt, hogy jelenleg mi az, ami körülvesz, vagy mi az, amiben éppen benne vagyok. Uh-huh. És azért én inkább az irányt szeretem kijelölni magamnak, hogy milyen irányba haladok, vagy inkább azt tartom, hogy vannak különböző vonatok, amik jönnek, és akkor el kell döntenem, hogy melyikre akarok felszállni. És látom azt az irányt, ami felé szeretnék tartani, egy olyan irány felé szeretnék tartani, ahol tudok bűvészeket tanítani, tehát a saját ötleteimet nem saját magamnak megtartani, hanem megtanítani a bűvészeknek. Ez egyébként már most is fut, például ma, nem csak milyen nap van, igen, körülbelül igen, négy nappal ezelőtt tartottam például egy szemináriumot, ahol
ahol több száz bűvészt tanítottam meg egy órában a saját magam által kifejlesztett trükkökre, és különböző oktatókodó anyagokon keresztül, DVD-ken keresztül, meg könyveken keresztül szeretném ezt a több mint száz trükköt majd szépen lassan megtanítani a kollégáknak. Ez szerintem nagyon fontos, és majd ami meg szintén most kezdődött el, most van az első tanítványom, akit vállaltam, szeretnék tanítani is direkt módon. Tehát, mint ahogy én megtaláltam a mesteremet, majd az időben téged szeretném, hogy engem is megtaláljanak. Majd a jövő bűvészei. Így van. Tamás, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, köszönöm a trükköt, zseniális volt, fogalmam sem volt, hogy mit, hogy csináltál, de ez a lényeg a trükköknek, azt hiszem, és kívánok neked sok sikert, és kívánom, hogy minden álmod teljesüljön a továbbiakban is. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Örülnek, kedves nézők, pedig köszönöm a figyelmet, a viszontlátásra.